30. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület 5. alkalommal rendezte meg az ünnepi kötélugró kupáját a 2021-es év végén. Igazából több mint 20 éve megtalálható ez a sportág itt Dombóváron. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal én is üzöm már ennyi ideje az ugrókötelezést. Mindig változó, hogy egyesület van, vagy csak csapat. Most éppen ugye egyesületi körökben tudjuk ezt űzni. Szeretnénk majd a későbbiek során további országos versenyekre is engedélyt kérni, és ugye elnyerni, hogy mi rendezhessük. Ez most egy nagyon rendhagyó verseny, nem olyan, mint maga, amit a szakszövetség ugye rendez. Itt kifejezetten ugye az amatőröknek kedvezünk, mert olyan versenyszámokkal készültünk, amit mindenki ismer, legalábbis ugye a 8 versenyszámból 5-öt biztos, hogy ismer és meg is tud csinálni, mert gyerekkorában már kipróbálta, ugye ez a hasonló, mint a Moncsicsivú karak, ugye, hogy páros lábbal kell csak ugrálni előre, hátra, úgyhogy inkább az erőlétre, egy kicsit erőléti, tehát nem a látványosságra, a kreativitásra mentünk rá, hanem erőléti versenyszámok inkább. A kötélugrás egy rendkívül látványos sport, melyben egy ugrókötél használatával zenére változatos elemeket és akrobatikus gyakorlatokat mutatnak be a sportolók, de a dombóvári versenyen a gyorsasági versenyszámokba kellett megmutatni tudásukat a résztvevőknek. A mindenki számára teljesíthető versenyszámok az erőlétet vették igénybe, ahol a cél az volt, hogy megadott időn belül a lehető legtöbb kötélugrást vigyék véghez a versenyzők. Ahhoz, hogy a legvégén az all-overben elérhesse azt, hogy ő a legjobb, ahhoz mind a 8 versenyszámban érdemes elindulni, és ugye ott a leggyorsabbnak lenni. De ugye minden versenyszámot külön-külön is értékelünk, profi és amatőr kategóriában is, úgyhogy nem kell aggódni annak, aki nem tud minden versenyszámban elindulni, lehet, hogy egy versenyszámban ő lesz akkor is a legjobb. Minden korcsoportban, 6 korcsoportunkban és minden versenyszámban az első 3 érmet kap, ugye arany, ezüst és bronzot, valamint ugye a legvégén, hogyha amikor összesítettünk, akkor az all-overben ugye megnézzük, hogy a profik közül és külön az amatőrök közül ki a 3 legjobb, ők kupát is kapnak, illetve minden egyes résztvevő kap egy kis ajándékcsomagot, és a verseny ideje alatt a frissítőponton térítésmentesen ehetnek, ihatnak. A helyi versenyzőkön kívül vidékről is érkeztek a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület szervezésében megrendezett kötélugró kupára, ahol 8 versenyszámban mutathatták meg tudásukat a délelőtt folyamán. Nagyon összetett sportágról van szó. Ez a verseny egy különleges verseny, mert ilyen versenyszámok, amik itt vannak, nem nagyon szokott lenni, sőt nincsenek ilyen versenyszámok általában a versenyeken. Heti 4 edzésem van, ebből van, ami gyorsaságra megy, van, ami gyakorlatra megy, van, ami előlétre megy. Nagyon sok mindent csinálok mellette, többek között eljárok úszni, konditerembe, erőléttel nagyon sokat foglalkozok, meg a gyorsaságit fejlesztem. A kötélugró kupa végén a legjobb idővel végzett versenyzők érem és kupadíjazásban részesültek Dombóváron.